Fekete Attila magánénekes egyúttal a 2013-14-es évad kamaraénekes egy igazán hangot próbára tevő opera részlettel kezdte saját exkluzív ária estjét. Az opera szeptemberben a járványhelyzetre való tekintettel hozta létre a Maszkabále elnevezésű stream sorozatát. A művészek az élő közvetítések során nem kisebb feladatra vállalkoznak hétvégenként, mint hogy minél kevesebben, minél nagyobb élményben részesítsék az opera rajongókat. A Maszkabál aktuális előadása a Magyar Opera napjára esett. M. Tóth Géza animációs filmet ügyével kezdődött a közvetítés. A november 7-i dátum az eléggé beszédes, adta magát. Bár gyerekkoromban még egészen mást jelentett, de most már szerencsére jó néhány éve, évtizede talán. Ugye Erkel Ferenc születésnapja, Magyar Opera napja, és ilyen szempontból könnyű dolgom volt, mert úgy gondoltam, hogy zömében Erkel opera részleteket szeretnék énekelni. Fekete Attila meghívott vendége Krista Kinga volt, aki rendszeres partnere mind a Bánkban, mind a Hunyadi László előadásában. Talán 3 évvel ezelőtt volt az Opera Kalandba a Bánkban, és abból ugye nagy szíriákat játszottunk a diákok számára, és akkor énekeltük először, de nem azóta nem is énekeltem a szerepet. Krista Kinga mellett egy másik szoprán, Kis Diana is színpadra lépett, hiszen a Maszkabál koncepciója szerint a főszereplőhöz minden alkalommal egy meglepetés vendég, egy pályakezdő művész is csatlakozik. Nekem nagyon-nagyon nagy szerepálmom volt mindig is a Puccini Manon. Manon lesz a szerepem, és azt gondoltam, hogy esetleg, ha van rá mód, akkor ebből mutatnék egy kis ízelítőt. Van végre egy pár nyugodt pillanat. Erkel főhőseinek legnépszerűbb megformálója az est főszereplője Fekete Attila még főiskolásként debütált az Operaházban. Azóta legalább 500 előadásban számtalan szerepben láthatta és hallhatta a közönség. Erkel Hunyadi László című operájában 17 éve játssza a címszerepet, így nem véletlen, hogy több ária is felcsendült a műből. Először László áriája, majd a király áriája a harmadik felvonásból. Hosszú az az álom messze lekerül. A magyar klasszikusok mellett Verdi gyászmiséjének Ingemiszkó áriáját is előadta a tenor. Többek között a 4 éve elhunyt Kocsis Zoltára szeretett volna emlékezni. Mindenképpen szerettem volna valamit Verdi Requiemjéből, ami sajnos ugye itt a vírus helyzet miatt november 2-án és 4-én sajnos elmarad. Én azért a tenoráriát halottainkra és művész kollégáinkra emlékezve eléneklem. Kedves nézőink, meglepetés vendégünk következik. Az ária esten Gyüdi Melitta vezette végig a láthatatlan közönséget az opera részletek világában. Én kicsit kocka vagyok, bevallom. Tehát szeretek mindennek nagyon utána nézni. És alapos vagyok, utána nézek nagyon az előadónak is természetesen, de a műveknek is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a részem, ez a kicsit ilyen tudományosabb Melitta, ez talán átjön ezeken a közvetítéseken is. Az Opera Live közvetítések tehát nem csak az opera énekeseknek, a zenészeknek, de az est műsorvezetőinek is remek lehetőséget biztosítanak, hogy új oldalukról mutassák meg magukat egy rendhagyó szituációban.